Komoly nehézségek előtt áll az ország és a város. Egy torz adótörvény, új adónemek bevezetése fémjelzi 2012-t. Ráadásul a kormány hasraütésszerűen talál ki újabbnál újabb megszorításokat, melyek mind-mind a kisembereket érintik, akik dolgoznak vagy dolgoznának. Így kezdte sajtótájékoztatóját Szabó János, az MSZP Sátoraljóújhelyi szervezetének vezetője, majd mindehhez hozzátette. Magyarország besorolása egyébként az elmúlt időszakban, ez egy friss ezévi jelentés, 5 helyet zuhant vissza, jelenleg a nemzetközi rangsorban az 51. helyen vagyunk, és ez egyértelműen a jelenlegi kormány rossz működése miatt van. Sárosi Józsefné véleménye szerint a kormány intézkedései egyaránt negatívan érintik Sátoraljóújhely polgárainak életét, valamint önkormányzatának működését. Jövő évben nagyon sok mindennek emelkedik az ára, de a legfontosabb az, hogy az áfát 27%-ra felemelik. Ez befolyásolja a önkormányzatunknak is a kiadásait, hisz több 10 millió forinttal terheli meg az áfa növekedés. De ugyanúgy befolyásolja az embereknek, az itt élő embereknek is az életét, és emellett, hogy még emelkednek az áfa, nem tudjuk mennyivel fog emelkedni még a közüzemi díjak, nagyon sok esetben még a jövedelem is csökkenni fog. Ilyen csökkenés lesz jövőre, ami már biztos, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ami jelenleg 28.500 forint, jövőre a minimálbér 80%-a lesz, ami azt jelenti, hogy 22.000 forintot kapnak. Az MSZP helyi szervezetének elnöke mindehhez hozzátette, hogy miben rejlik véleménye szerint a város jövője. Abba kell hagyni a látványberuházásokat, innentől kezdve szigorúan tilos olyanra pályázni, ami nem hoz, vagy nem hozhat pénzt, nem hoz bevételt, mindenképpen üzemeket, gyáregységeket, termelőegységeket kell létrehozni, és konkrét javaslatunk volt, hogy Sátoraljóújhely egy ásványvízgyártó céget hozzon létre, amely 0,5%-os piaci részesedésnél, ha csak Magyarországra szállítunk, nettó 50 millió forintos nyereséget hozhat évente a városnak. Az MSZP helyi szervezetének vezetői kitértek a sajtótájékoztatón Sátoraljóújhely város önkormányzatának 2012 évi költségvetési koncepciójára is. A költségvetési koncepciót abban az esetben szavazzuk meg kizárólag, amennyiben a módosító javaslataink belekerülnek, és azokat komolyan is veszik, és foglalkozni is fognak vele, és nem fogunk megszavazni semmilyen adó emelést, és semmilyen új adó bevezetését.